47. előadás. 7 óra. Hajrá! Aggódni elég hamar elkezdtem én magam, de én egy aggódós típus vagyok, tehát én szoktam aggódni akkor is, amikor nem kell. Én számítottam rá, hogy valami fog történni, és egyébként meg tulajdonképpen helyeslem, hogy történt valami. Komolyan kell venni. Ebben a mai világban elképzelhetetlen, hogy valami Kínában van valami probléma, hogy ez ne kerüljön ide. Hát nem lehet felkészülni, illetve felkészülni lehet, csak azt nem lehet tudni, hogy mi lesz, mert a dramaturgia ismeretlen. Tehát ezt a színdarabot még nem játszották sehol, hogy le kell állni. És ugye a legnyomasztóbb, hogy nem tudjuk, hogy hol a vége. Ez nekünk nem munka. Tehát mi szeretjük ezt csinálni. Tehát az, hogy most hirtelen ott lesz, hogy nincs minden a feladás, nincs, tehát az is egy nagy űr. Leállítottuk a próbákat. Tudnék, a színpad az egy kiemelt fertőzés veszéllyel járó hely. Az a próba, ahol Rómeót játszó színész nem öleli meg a Júliát játszó színésznőt, az nem próba, az beszélgetés vagy ilyesmi. Úgy tervezzük, hogy most 2 hétig nem lesz semmi, tehát szinte csak porta lesz, de próbálni 2 hét múlva, pontosan 2 hét múlva kezdünk el. A műszak nem állt le, mert egy csomó karbantartási, világítási, szerelési, raktárrendezési, stb. Feladat van, tehát az átlagos fertőzési kockázattal bíró munkahelyeken zajlik a munka. Ez egy megélhetési probléma, hiszen mindenki előadás után van fizetve, tehát senkinek nincs fix fizetése, és így akkor hát nagyon meg van ijedve egy csomó ember, mert nagy színházban is játszanak a mi színészeink is. Ennek még nincs tartalékja, az nagyon, nagyon rossz helyzetbe kerül. Mondjuk a 3/4 a keresetemnek. Tehát az mélyen érinti az embert, igen. Tehát mondjuk általában a havi 20 előadást játszom le, abból 12 lemondódik. Én nem látom azt, hogy bárki a vírustól fél. Kivéve azt, mondjuk azt az egy színészt, aki mondta, hogy inkább ő idős szülei vannak, és tehát ő tömpen azért mondta rá. Nagyon jól esnek azok a kommentek, amik elöntötték a Facebookot, hogy nézők sokasága úgy gondolja, hogy nem váltja vissza a jegyet, mert akkor segít a színháznak. Tényleg segít egyébként, és nagyon köszönjük, de ez nem elvárás, és akinek a pénztárcája nem engedi meg, az váltsa csak vissza. Kérjük a nézőknek a türelmét. Nyilván megpróbálunk majd valamilyen megoldást kitalálni, hogy pótolni tudjuk azokat az előadásokat. Természetesen arról nem szeretnék beszélni és gondolkodni se, hogy mit jelentene egy teljes jegyvisszaváltás, mert akkor gyakorlatilag az összes színház bezár. Szerintem. A vízforgatókönyvünk természetesen az, hogyha be kell zárni, akkor bezárunk, de mondjuk a színészek, ha olyan anyagi helyzetbe kerülnek, hogy nem lesz hol aludniuk, mert az albérletüket nem tudják kifizetni mondjuk, ugye sokan vidékiek és nincsen lakásuk Pesten, akkor ide jöhetnek aludni a színházba. Erős a kommunikáció a színházak között. Eleve elég erős szokott lenni mindennek ellenére és minden híresztelés ellenére. Annyira függünk egymástól, hogy és attól is függünk, hogy ki mit gondol tulajdonképpen, és ezt igyekszünk mindig közös nevezőre hozni. Ha ez májusnál tovább tart, és mi nem tudunk bevételt csinálni, akkor kezdődnek a problémák. Hogy azok hova vezetnek, kiszámíthatatlan. Hát tegnap már a színészek arról beszéltek, hogy ki mit fog csinálni. Ki megy el takarítani, ki megy el ládát cipelni valamelyik nagyvállalathoz, valami élelmiszerboltba, mert azok még nyitva lesznek biztos. Hát elsősorban én nem a vírus miatt aggódom, hanem hogy miből fogunk mi megélni. Szóval az egy kicsit aggasztóbb, hogy nem lehet tudni, hogy ez az egész helyzet meddig fog fennállni. Várunk arra, hogy a főváros, tehát a fenntartó valamilyen határozatot hoz, hogy mi a teendő a színházakban. Mindenki fél, kicsit. Ki jobban, ki kevésbé. Nekünk az idős kollégákra is vigyázni kell, nálunk vannak a színpadon 70 fölöttiek. Róluk is szó van, de nem csak, mindenkiről szó van. Arról volt szó, hogy ebben a szobában nem hoznak másik beteget, amit én itt vagyok. Levette már a nyugtatóit? Persze, hogy nem, hogy én itt vagyok.